Dombóváron a hétvégén 5 különböző pincészet borainak kínálatából válogathatnak a Dobborfestre érkezők a téren elhelyezett új faházaknál, ahol az ünnepre gravírozott boros poharakkal készülnek a szervezők. A szervezők nevében sok szeretettel hívom meg a dombováriakat és a térség lakóit a Dobborfestre, ami november 12-én pénteken este itt a művelődési házban egy a kulturált borfogyasztásról szóló ismeretterjesztő előadással és kóstolóval indul. Másnap, szombaton délután, itt a művelődési ház előtti téren zenés, énekes, táncos produkciókat láthatnak az érdeklődők helyi és környékbeli fellépőkkel. Ugyanitt tartják majd a kertbarátok a Szent Márton napi újbor versenyüknek az eredmény hirdetését. Az értékes nyereményeket kínáló tombola sorsolást követően az est sztár vendégeként a Shramlik Kings ad műsort. Mindeközben pedig a szekszárdi és a tolnai történelmi borvidék finomabbnál finomabb nedvét kóstolhatják meg az érdeklődők. A város polgármestere Pintér Szilárd arról szólt, milyen fontos az önkormányzatnak, hogy olyan kezdeményezések mögé álljon, ami a helyiek szórakozását szolgálja. Hát remélem, hogy elsőprő fesztivál lesz az őszi fesztiválhoz hasonlóan. Itt is szeretném megköszönni a Német Nemzetiség önkormányzatnak, hogy ezt a feladatot magukra vállalták, és nyilván csatlakozott hozzájuk a Dombvári Kertbarát Egyesület is. Ezt követően mi sem voltunk nehéz helyzetben az önkormányzat, hiszen miután már 2 lelkes szervező megjelent, harmadikként a felkérésnek megfelelően mi is odaálltunk ebbe a sorba, és remélem, hogy összetudunk hozni egy olyan szombat délutánt, hogy emlékezetes lesz minden érdeklődő számára. Mindig nagyon fontos ebben az időszakban, amit az elmúlt 2 évben élünk, még jobban felértékelődött, hogy próbáljunk meg minden lehetőséget megragadni, hogy közösséget tudjunk építeni, az embereknek biztosítsunk teret és lehetőséget, hogy találkozzanak egymással. Nyilván előttem már az elnök úr elmondta, itt azért még a feltételek jobbak lesznek az átlagosnál, hiszen kiváló nedvüket kínálnak majd a bódékból, és remélem, hogy oldott, kötetlen beszélgetések sokasága fogja betölteni a szombat délután, és mindenféleképpen azt is remélem, hogy az érkezők jól fognak szórakozni, hanem nemzetiségünk által kiválasztott fellépők jó voltából. A népi időjóslás a november 12-e és 25-e közötti időszakra teszi hazánkban az első havazásokat, de hogy erre, vagy rossz idő esetére, mivel készülnek a Dombborfest szervezői, megtudhatjuk a város polgármesterétől. Hát nyilván újbor csak össze lehet kóstolni, ez sajátosság ennek a történetnek. Óbor meg reméljük, hogy van még minden pincé, vagy azt is tudunk kóstolni, és hát erre azt szokták mondani, hogy jól esik. És lehet, hogy az égből is jó fog esni, de remélem, hogy a pohárból is mindenkinek jól fog esni. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a Dombovári Művelődési Ház előtti térre, pénteken és szombaton a Dombborfest elnevezést kapott borünnepre.